A direktor úr, hogyha jól emlékszem, akkor március 12-től van zárva a játékszín, mert hogy akkor a járvány miatt ez így történt, és hát nem csak ott, hanem a többi színházban is, és hát ez az áldatlan állapot, hogy finoman fogalmazzak, még nem tudni, hogy mennyi ideig tart, de hát ameddig a szabályok, a hivatalos szabályok nem változnak, addig mindenféleképpen ezzel hát együtt kell élni. És ezt azért is mondom így egy kicsit hosszabb felvezetéssel, mert mindenhol, színházakban is mindenhol gondolkoztak azon, hogy mi legyen a társulattal, mi legyen a színészekkel, mi legyen azokkal, akik státuszban vannak, mi legyen azokkal, akik szerződéssel, mert ha éppen külsőzik, akkor nincsen előadás, nincsen pénz. És én nem azt mondom, hogy most kezdjük a piszkos anyagiakkal, de azért azt mindenféleképpen nagyszerűnek tartja mindenki, aki tudja, hogy egy 10 millió forintos alapítványt hoztál létre, éppen a művészek megsegítésére. Ez hogy történt, és a gyakorlatban ez hogy válik be? Ezt azért hoztam létre, mert azt tudni kell, hogy a játékszínben, amit te most említettél, ott nincs státusz, tehát úgy társulati tagok nincsenek. Itt mindenki meghívott vendég, mindenki számlás, tehát mindenki úgy keres, amennyit játszik, annyit keres. Tehát március 12-e óta mondjuk nagyjából a játékszínben 100 színész játszik egy évadban, ebből a 100 színészből most 100 ember vesztette el a munkáját március 12-től. Tehát ők most egy forintot sem keresnek, tényleg. És természetesen vannak olyan színészek, akik anyagilag egy kicsit jobban vannak, ők megengedhetik maguknak, hogy 2-3 hónapig, vagy akár fél évig kihúzzák, de ebből a 100-ból azért rengeteg olyan színész van, aki tényleg abból él, hogy napi keresetéből, a havi keresetéből él. Ezért hoztam, azt mondtam az én kis igazgatóimmal a játékszínbe, azt mondtam, hogy én ezt szeretném, ezt a 10 milliós alapot, 6 milliót a művészeknek, tényleg a színművészeknek, és 4 milliót a saját dolgozóimnak, akik szintén bajba kerülhetnek, ugye, mert bércsökkentések vannak, nem úgy keresnek, tehát nekik is kell egy kis segítség. Akkor, ha jól értem, akkor a 4 millió elkülönítve, és akkor rájött a 6 millió. Így van, 4 millió van a művészeti dolgozóknak, tehát a játékszín dolgozóinak, 6 millió meg a színművészeknek van. Ez a segítség, és hát élnek is vele. Élnek is vele, mert sajnos eljutottunk addig, hogy most már ez a 2 hónap után, és 2 hónapja zárva vagyunk, és úgy tűnik, hogy még zárva is leszünk egy ideig. Tehát most már eljutottunk addig, hogy anyagilag most már érzik a súlyát ennek, és bizony a kamra kiürült, és most kell azt, hogy egy kicsit segíteni kell őket. Ez a játékszínben, én azt tartom, nagyon fontosnak tartom, hogy segítsük a színészeket és a dolgozókat, és azért, hogyha egyszer elindulunk, akkor legyen emberem, akivel egyszerűen el tudom indítani a játékszínt. Hát igen, ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy most tulajdonképpen 10 millió forint, ha akarom sok, ha akarom épp hogy elég, ha akarom kevés. Így van. De hát ez úgy szokott lenni, hogy soha nem elég semmi. De azért tényleg, ahogy mondtad, most már ezt érzik. Na most itt van ez a bizonyos színházi szolidaritási alap. Ez a kettő hogy jön össze? A színházi szolidaritási alapot nem így van. Nem. Én a saját a játékszínben van egy 10 milliós alap. A szolidaritási alap, azt a Kálomista Gábor és a Sej Juciék alapították a Tárja Színházba. Én oda is adtam 1 millió forintot, mert ott is kell segítség a színészeknek. Tehát, és az egy teljesen más a szolidaritási alap. Oda is lehet jelentkezni, és oda is nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, ha jól tudom. Tehát az is nagy segítség azoknak a színészeknek, dolgozóknak, akiknek most az állása tulajdonképpen bizonytalan. Igen. Egyébként ezt jó hallani, mert hát, hogyha itt a gazdasági életről beszélünk, most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a szolgáltató szektor és egy fodrász, vagy pedig egy építőmunkás bárhol. Szóval mindenki ilyen helyzetben van, és tényleg mindenki azon gondolkozik, hogy hogy lehetne segíteni. De ez azért is jó, hogy mondod, mert ez tényleg kézzelfogható, effektív segítség. Hála Istennek, hogy a játékszín olyan jó állapotban van, hogy ezt megengedheti magának. Erre akartam pontban, ez nem azt jelenti, hogy a játékszínbe dől a pénz, és nagyon sok pénz van, hanem az a premier, amit most májusban lett volna, azt elhalasztottuk, ugye, hiszen nem lesz premier. Tulajdonképpen a premier költségét mondtam azt, hogy a premier költség, ami ráment volna a premierre, azt most felajánlottam tulajdonképpen arra, hogy segítsük a művészeket, és reméljük, hogy ez majd vissza fog jönni, ha egyszer elindulunk. Tehát ez azért nem azt jelenti, hogy a játékszínben nagyon sok pénz van, és nem, szó nincs erről, spóroltunk, és egy premier pénzét ajánlottuk föl tulajdonképpen segítségre, mert remélem, hogy a premier egyszer majd létrejön, csak addig a színészeknek el kell érni szegényeknek. Úgyhogy mi lenne a premier? Ha szabad megmondani, mert szabad, hát elmaradt. Ez ugye elmaradt a premier, a májusi premier, és októberben lesz, úgy tűnik, hogy úgy tervezzük, hogy októberben lesz a premier. Ez Chaplinnek a Nagyvárosi Fények című filmje lesz. Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas vállalkozás, talán még nem is volt ilyen Magyarországon, de lehet, hogy a világon se. Nem akarok róla többet elmondani, miután egy néma filmről beszélünk, ezért Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes darabnak nézünk elébe, Szentevajk rendezésében. Nagy Sándor lesz a főszereplő, tehát ő játsza majd Chaplint. Nagyon-nagyon izgalmas darab, és nem akarom elmondani a csattanót, hogy miért lesz ez izgalmas. Zongora lesz mellette, mint a néma. Akár az is lehet, igen. Akár az is lehet. Jó, na hát említetted, hogy elmaradt. Hát nagyon sok előadás elmaradt. Igen. És hát mindenki arra gondol és arra törekszik, hogy valamiféleképpen, amikor visszajön a közönség, akkor akármilyen formában, de vagy visszakapja, hogyha nem akarja, visszakapja a pénzét, amit befektetett, igen, úgy értem, hogy jegyet vett, vagy pedig ugyanazzal a jeggyel későbbiekben tudjon menni ugyanarra az előadásra. Igen. Hát ezt nem tudni, megállapodás kérdése, de ott vannak a bérletesek, hát szóval azért nagyon-nagyon sokat kell gondolom azon gondolkozni, hogy tényleg hogy lehet mindenkivel ilyen értelemben jót tenni, és egy, ami most ebben a pillanatban eszembe jutott, hogy van-e valamiféle prioritás, szóval akik korábban vettek jegyet például, azok korábban juthatnak be azokra az előadásokra, igen, amik majd lesznek. Nincs prioritás. Nincs. Ugye jó. Március 12-től vége lett a színháznak, és április végéig adtuk el a jegyeket. Háromféle verzió lehetséges erre a dologra. Ugye van az a verzió, hogy mi azt szeretnénk, hogy az emberek ne váltsák vissza a jegyet. Ez a legfontosabb. Igen. Azt értjük, hogy nem azért történik ez, mert nem szeretnénk az embereknek visszaadni a pénzt, hanem a színházak előrébb vannak gazdaságilag, hiszen előre adjuk a jegyeket. Tehát nekünk ez a bevétel már ott van, és ebből tudunk élni. Ha ezt most ők visszakérik a nézők, akkor az összes színház, nem csak a Játékszín, nagyon komoly bajba kerülünk. Tehát mi azt kérjük, hogy ne váltsák vissza a jegyet természetesen, akinek szüksége van rá. Az a második verzió, hogy váltsa vissza, mert nem lehet mit csinálni, természetesen akinek ez nagyon fontos, akkor azt vissza fogjuk váltani, mi helyt kinyitunk jegypénztárilag, mert azt tudni kell, hogy a Játékszín zárva van, tényleg, minket is bezártak, tehát nem tudunk visszaváltani jegyeket addig, amíg a jegypénztár ki nem nyílik. Természetesen e-mailbe meg lehet minket keresni, arra már történt olyan, hogy akinek nagyon sürgős volt, azt megoldottuk természetesen, de alapvetően meg kéne várni, amíg a jegypénztár kinyit, és onnantól kezdve, aki akarja, vissza tudja váltani. A harmadik verzió, akiknek nem szeretnénk, hogy visszaváltsák, de közben szeretnénk őket meghálálni, hogy hiszen megvették a jegyet, az úgy tűnik, hogy augusztus, szeptember és október folyamán bepótoljuk azokat az előadásokat, akik jegyeket vettek márciusra és áprilisra. És akkor meg tudják nézni azokat az előadásokat, amit ők szeretnének. Az jó. Na most zárva van a színház, persze. És említetted a színészeket, a színművészeket. Most tulajdonképpen mi történik? Mert be van zárva a színház, üres minden, és senki nincs benne, semmi. Mert ilyenkor azt szokták csinálni, hogy festés, meg átalakítás, meg nálunk is volt átalakítás, ha nem is átalakítás, és azt gondolom annál nagyobb, felújítottuk a teljes színpadunkat. Tehát pont ez az idő alatt volt már erre lehetőségünk, hogy előben már eleve ki volt fizetve, tehát ez nem a válságba történt, hanem ez már megrendeltük, és csak úgy volt, hogy a nyáron csinálják. De miután bejött úgynevezett karantén, és bezártunk, ezért sokkal hamarabb meg lehetett csinálni, úgyhogy a színpadunk már kész, tehát teljesen fel van újítva, gyönyörű új színpadunk van, és várjuk a színészeket, hogy rátaposhassanak, meg a nézőket, hogy nézhessék őket, tehát ezek megtörténtek. A színház tényleg zárva van, én járok be dolgozni az én gazdasági igazgatómmal, hetente 3-4-szer járunk be dolgozni, ketten vagyunk a színházba, mert azt kértük még a portától is, hogy nekik nem kell jönni, majd mi inkább kinyitunk és zárunk. Tehát ketten vagyunk, és tényleg zárva van a színház. Szomorú ilyenkor néha menni a színházba, ugye, ahol egy nagyon pezsgő élet van, délelőttönként este meg különösen, most senki nincs, se a nézőforgalmi helyeken, se az emeleten, az adminisztratív osztályokon. De hiszem azt, hogy előbb-utóbb ez megváltozik, és pont a jövő héttől talán azt mondtuk, hogy már szépen lassan lehet visszajönni, és elkezdünk a jövő évadon gondolkozni és dolgozni, hogy hogy is alakuljon. Ez nagyon jó, és köszönöm, hogy megelőzted a kérdést, mert egyelőre tényleg az a legnagyobb kihívás, hogy lehet az elmaradt előadásokat, amit elsoroltunk itt, pótolni, vagy pedig éppen a bemutatót megtartani, de ebben az esetben hogy lehet egyáltalán a következő évadot megtervezni? Szóval azért itt a műsor struktúra nem biztos, hogy most ugyanúgy alakul, hát ebben az évben biztos, hogy nem, de hát szabad-e, vagy lehet-e ilyenkor tervezni? Hát egy kicsit rizikózunk természetesen. Hát, mi úgy tervezünk, hogy szeptembertől elindul a színház. Ha van egy második hullám, amiről szó van, akkor lehet, hogy nem indul el a színház. Reméljük, hogy a második hullám nem lesz annyira veszélyes, és tulajdonképpen el tudunk indulni. ha pozitív dolgokról akarunk beszélni, akkor lehet, hogy július-augusztus folyamán talán a nyári színházak is elindulhatnak, hiszen rengeteg meghívásunk volt a nyárra, amit nem tudunk teljesíteni, hiszen azokat is visszamondták, hát nem lehet most nyári színházakat csinálni. Ebbe belértendők a vidéki városok is. Így van, abszolút. Tehát vidék, Balaton környéke, minden. Minket rengeteg helyre hívtak. Talán olyan információk vannak, hogy július-augusztusban talán ezt feloldják, és akkor el lehet kezdeni bizonyos feltételrendszerrel. Hát természetesen persze. Lehet, hogy teltházakat nem lehet csinálni, csak 50%-os házakat lehet csinálni, de talán elindul. Na de hát egy szabadtéren, bocsánat, azt meg lehet oldani tényleg, hogyha egy kicsit már lazítanak, hogy akkor ne egymás mellett legyen a két szék, hanem egymástól két-három. Ne felejtsd el, ilyenkor már gazdaságilag kell nézni. Annyi... Így van, tehát gazdaságilag kell nézni ilyenkor egy kicsit, hogy megéri-e annak a helyszínnek megrendelni az előadást úgy, hogy csak az 1000 ember helyett csak 500 ülben, az 500 helyett csak 250 ülben. Tehát azért ezekkel vigyázni kell, de reméljük, hogy elindulhatnak. Ha elindult a nyári színház, akkor nagy valószínűséggel talán augusztus 20 után elkezdjük a próbákat, és szeptemberben meg az előadásokat, és akkor elindul a színház. Hát reméljük, hogy ez fog bekövetkezni. Na most akkor visszatérve arra a mondatra, hogy akkor a következő évadot azért meg lehet tervezni, vagy sem. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy most hirtelen azt tudod mondani, hogy nem tudom, februárban vagy márciusban milyen előadások lesznek, de azt viszont feltételezem, sőt majdnem biztos vagyok benne, erről jutott eszembe, hogy említetted a nagyvárosi fényeket és Cseplint, hogy azért itt motoszkál már valami, hogy mi az, amivel elő tudunk rukkolni, mert a játékszín mindig előjön valami olyasmivel, amire nem nagyon számítanak az emberek, és éppen a mostani előadásokra is gondolok. Szóval motoszkál valami? Természetesen. Ugye, hát, mert nem fél évre tervezni. Igen, amit te mondtál, nagyon jól mondod, alapvetően nem lehet tervezni. Mert nem tudjuk, hogy hogy alakul a dolog, és azt sem tudom, hogyha októberi premier, ami én nagyképűen azt mondom, hogy lesz, reméljük, hogy lesz, de egyáltalán nem biztos. Ha az sincs, ugye, akkor már más a helyzet az egész, akkor borult az egész év. Innentől kezdve már nincs miről beszélni, hogy mi lesz a második felében, mert nem tudom. Ha meg lesz az első premierünk októberben, és megy a színház, akkor el lehet, én azt gondolom, hogy szeptembernél előbb nem érdemes nagyon augusztus-szeptemberben előbb gondolkozni, hogy mi lesz az évad második felébe. Hát mert meghirdetni, nagyon... hát meg elővétel. Így van, meg gazdaságilag sem lehet olyat csinálni, amiben belefutok, hogy megint találok valamit, és akkor annak hogy van a költségvetése, tehát ez egy kicsit bonyolultabb, de amit mondasz természetesen igaz. Én úgy készülök, mintha jövő évad teljesen lenne, normálisan menne, tehát van a második évadban még bizony, még nagy tűzijáték lesz szerintem a játékszínben. Olyan ötleteim vannak, 2-3 darab is, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy sikerre számíthat. Ezt még nem mondom el, ezt a babonából se, természetesen, de olyan, ami azt gondolom, hogy megint a nézőknek örömet fogunk vele okozni. Hát én biztos vagyok benne, hogy zenés darab is lesz, de hát akkor most nem mondjuk meg előre. A másik, amit az előbb, mikor említetted a művészeket, egyáltalán nem is áll kérdés, tényleg ők tudják, vagy tartják egymással a kapcsolatot, hiszen annyi felé játszanak, és annyi felé vannak, most nem a szószoros értelmében, hanem leginkább otthon, hogy azért valamiféleképpen megvan a kapcsolat. Most úgy értem, hogy mit tudom én, a menopauza színészei, vagy a másik darabnak a színészei, azért ők is gondolom várják, vagy gondolják, hogy mi lesz. Én tárgyaltam a dolgozóimmal, meg a színészekkel is, azt gondolom, minden héten tartok kapcsolatot. Na, ez a színészek, azok természetesen, és a dolgozók is nagyon szeretnének már visszajönni dolgozni. Természetesen mindenki otthon van, tényleg nagyjából, tehát nincs az, hogy elindult valamilyen élet és mozgás, a színészek még otthon vannak. Meg néha online felolvasnak valamit. Így van. Nálunk is volt egy online szeretett üzenet, ami végigment tulajdonképpen az összes színészünk, mindenki üzent mindenkinek, és nagy szeretet, nagyon nagy sikere volt a Facebookunkon, de én arra figyelek, hogy hetente, 2 hetente megy egy levél feléjük, és mindig beszámolok, hogy áll a színház, mit látok én, hogy indulhatunk, vagy hogy nem, és ez nagyon fontos, hogy tartjuk a kapcsolatot egymással. Egyelőre ők még kicsit úgy vannak kétségbeesnek, hiszen már 2 hónapja nem játszak, nem tudják, hogy mikor fognak játszani, de én tartom mindenkibe a lelket, hogy elindulunk, és ebből lesz, előbb-utóbb lesz évad. Hát ez a szeretett üzenetek, ezek tényleg nagyon-nagyon jó dolgok voltak. Na most a másik, miután ugye nem státuszban vannak, hanem mindenki számláz. Ebben az esetben, hogyha helyreáll a rend, hogy így mondjam, akkor azért gondolom ugyanúgy minden a rendes kerékvágásába visszatér. Tehát ilyen értelemben, mert ugye azt szokták mondani, hogy semmi nem lesz már ugyanaz, mint ami volt a járvány előtt, de hát én nem hiszem, hogy, de szója rosszat mondok, hogy a színház életében valami gyökeres változás lenne. Szerintem gyökeres változás nem lesz, de ez igazából a jövő fogja eldönteni, mert mi se tudjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy szeptember 1-től van előadás, akkor a nézők nem félnek-e beülni a nézőtérre. Igen. A nézőknek lesz-e pénze megvenni a jegyárakat, tehát nagyon sok bizonytalan faktor van ebben még azért. Én azt gondolom, hogy teljesen ugyanaz már nem lesz semmi. Hát ez az. De hiszek abba, hogy egy éven belül visszaáll a rendes kerékvágás, és akkor már ugyanúgy fogunk működni, de szerintem szeptembertől még nem lesz ugyanaz, ami eddig volt. Tehát hirtelen csak mintha mi se történt volna, hát folytatjuk, nem. Ez biztos, hogy nem fog működni, és még mi se tudjuk a nézők reakcióit, hogy ők hogy reagálnak. Nagyon sok a visszajelzés e-mailem, Facebookon, hogy nagyon szeretnének jönni színházba, és ezt nagyon köszönjük, és nagyon szeretjük őket, és nagyon várjuk őket, tényleg. De nem tudjuk, hogy az idősebb korosztály például mere beülni egy nézőtérre. Vagy azt mondani, akinek kicsit kivéreztették anyagilag, mert már ő is elvesztette a munkát, azt ki tudja elfizetni a jegyárakat. Tehát ez egy bizonytalansági faktor, mi hiszünk benne, hogy szeptembertől el tud indulni 100%-kal a színház, és jönni fognak, és nézni fognak minket, de azért bizonytalanság van. Persze, hát reménykedjünk, mert ezt nem lehet zárt kapuk mögött, mint egy futballmeccset. Így van. Azért az egy más dolog, de én annak örülök, és nem csak veled, hanem maradjunk a színháznál, színházi szakemberekkel beszéltem, és mindenki ilyen értelemben optimista, pedig hát az utóbbi hónapokban, ez egy másik beszélgetés témája, elég sok minden történt a színházi életben, akár a támogatási rendszert, akár itt említünk. De hát akkor várjuk a szeptembert, várjuk az októbert, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Zakatol oda bent, aztán napról napra egy apró gond olyan nagyra nő, hogy át sem éred már. Nyugalom oda lett, pedig van mit az élet úgy megold, hogy lépni kár, hisz jobban nem tudnád. De mielőtt vár jó néhány vihar utáni szivárvány, gyere lógjon egy felhőd a láb, gyönyörű lente táj, semmi baj nincsen a Köszönöm.